Nagyon jó érzés ennyi arcot látni itt a téren, de tudjátok, hogyha én lehúnyom a szememet, akkor csak egy arcot látok, egy könygázban, reménytelenségben és félelemben fürdő nemzet arcát, amely lehet, hogy most még lehajtott fejjel áll Orbán Viktor és a kormánya előtt, de tudja, hogy tovább nem hátrálhat. Mint az a 17 éves srácot fönt a Karmelitánál, emlékeztek rá? Akit lefújtak könygázzal, akit ütöttek gumibottal, és úgy kapaszkodott abba az oszlopba, mintha az élete múlna rajta. Most mindannyiunk jövője azon múlik, hogy meddig tudunk kapaszkodni abba az oszlopba. Mert Orbán Viktor a bosszú törvényével lesújtott ránk, és nem néz se Isten, se embert. Éri az ütés a diákot, éri az ütés a pedagógus, és éri az ütés a szülőket is. Úgy járkál, mintha az egész ország az ő laktanyája lenne, mert kormányozni nem tud. Mert ugye milyen miniszterelnök az, aki hagyja, hogy 13 év alatt szétrohadjon alatta az oktatás? Milyen miniszterelnök az, aki hagyja, hogy egyre több tanár hagyja ott a pályát? És milyen miniszterelnök az, aki a pedagógus béremeléseknél Brüsszelre mutogat? És hogyha a pedagógusok tiltakoznak, akkor elveszi tőlük a végkielégítést, hogyha annyi munkaidőt szeretnének, amennyit megfizetnek nekik, akkor a végtelenségig tágítja a munkaidőt, mert ez ma a törvényhozás Magyarországon, és Orbán Viktor Mészáros Lőlinc luxusjaktjáról és a 60 pusztai birtokról ilyen jövőt tartogat nektek, és ne legyen kétségünk, amíg Orbán Viktor marad, addig maradni fog a fideszes bosszú törvény is. De én tudom, hogy ti nem fogtok meghátrálni, tudom, hogy felemelitek a fejetek, tudom, hogy ki fogtok tartani, mi is kitartunk, mi a Demokratikus Koalíció és az Árnyék Kormány mindenben támogatni fogunk titeket, együtt leváltjuk Orbán Viktort.